A kijárási korlátozás és az egyéb korlátozó intézkedések bevezetésével többek között a kis- és középvállalkozások sújtásával a lakosság fizetőképessége is romlott, és további intézkedések fenntartásával ez a tendencia csak súlyosabb lesz. Az MNB állítása szerint egy átlagos magyar háztartás a járvány ideje alatt átlagosan 800.000 forintot tett félre. Ez az adat már azért is abszurd, mivel ezzel ellentétben különféle mutatók épp azt mutatják, hogy a lakosság egyre nagyobb adósságokat halmoznak fel, és fizetésképtelenek az átmeneti vagy tartós munkanélküliség miatt. A kormány intézkedésének a hiányossága az is, hogy a letiltások és az inkasszók nem kerültek felfüggesztésre, ezekre vonatkozólag nem vezetett be moratóriumot, amit a Mi Hazánk mozgalom már többször is követelt a kormánytól. A moratóriumot követően tömeges problémák alakulhatnak ki, ezért is életbe vágó az a kérdés, hogy a kormány hogyan áll a válságkezeléshez. Tesznek-e a továbbiakban lépéseket a kevésbé tőkeerős cégek tényleges megsegítésére, ami nem hitelbe kényszerítés jelent. A hitelfelmondási és hiteltörlesztési moratórium után megnövekedhetnek majd a behajtó cégeknél lévő ügyek, amely pár százalékos emelkedés esetén is több ezer ember, illetve adóst fog érinteni, akik még messze nem lábalnak ki addigra a keletkező válságból. A magyar lakosság eladósodásának megelőzése érdekében és a tömeges árverések, kilakoltatások megfékezését és elkerülését miatt is kiemelten fontos lenne, hogy a kormány ésszerű nyitást eszközölne és fokozatosan feloldaná a korlátozó intézkedéseket.